Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából szavaló versenyt rendeztek a Petőfi Művelődési Házban, melyen meglepően nagy számban vettek részt a versenyzők. Négy korcsoportban alsó és felső tagozatosok, középiskolások és felnőttek versenyeztek, akik Arany János egyik szabadon választott művét adhatták elő. A zsűrizésben két színész, Kalmár Gergely és Surányi Krisztián is részt vett. Budapesten vagyok színész a Corvin Duma Színházban, Budapest Duma Színházban a gyermekszínházi vonalat én viszem a partnereimmel, illetve Komáromba, vagyis Komáromba, Komárnóba, Jókai Színházban, Magyar Szobák Színházban játszom. A papasztott káposzta törzse úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépett tápasztott káposzta leveleket, a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesebb, fejesebb, szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke, megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik untanár. Akkor rögtön feleltetek, lapult a sok kis tapsi fül. Füllentettek, de hogy értik, és ez most mindjárt kisül. Mindig meglepődök, hogy mennyi sok tehetséget lehet látni Magyarországon. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, persze voltak olyanok, akik ügyesebbek, vannak, akik kevésbé, sőt, talán azt mondom, hogy külön is kellett volna egy kicsit választani az első és második osztályosokat a harmadik, negyed osztályosoktól, mert ott azért nagyon nagy a különbség, de azt gondolom, hogy nagyon jól használták a magyar nyelvet, voltak kiemelkedő tehetségek, akik nagyon jól átadták a verset, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jól állunk tehetségekben. Csuda dolog történt reggel, hogy is mondjam. Fura volt, mikor reggel a suliban buksi velem kutyagolt. Persze anya kísért minket, egyedül még nem megyek. Biztos félt, hogy baleset ér, vagy esetleg elveszem. Elindultunk, úgy, mint máskor, ám az ajtón kilépve elámultam. Mi borult rá a szendergő vidékre? Eltűnt minden fa a kertben, nem látszik a kutyaház. Mi lehet ez? Varázsfelhő, tejfölszerű kulimász? Eltűnt a kert, el az utca, el a sarki kenyérbolt. Ameddig a szem ellátott, minden csupa fehér volt. Ugye mindenkinek van egy személyes értékrendje, de ezen kívül mi kapunk útmutatót, hogy három szempont alapján jelentsünk. Az egyik a versválasztás, hogy a személyhez mennyire illik a vers. A második a nyelvezete, a beszédkészség, a hangvejtés, és a harmadik pedig az előadás volt, ezért a legtöbb pontot, pontrendszert is kaptunk, hogy mennyire győz meg minket, mennyire éri bele magát az előadás. Azt mondják a fiúk, nyávogunk, serpegünk, játszani nem lehet, semmi jót se velünk. De ők tiszta hülyék, földön fetrengenek, egymás fejét verik, és azt mondják, ez remek. És egymást lögdösik, rúgják, labda sehol. Azt mondják, ez foci, ruhájuk csupa por. Autókártyázva meg összevesznek azon, hogy hány köbcenti a henger űrtartalom. A lány vécébe is bejönnek a fiúk, vízzel locsolnak, mi meg sikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk. Azt mondják, van hajunk, azt mondják, nincs eszünk. A fenekünk alá ők tesznek rajszeget, békén nem hagynak, és belénk szerelmesek. Ez nagyon szubjektív, hogy milyen szempontok alapján döntünk. Én magam, mint színész, próbáltam úgy, hogy mennyire érint meg egy vers, mennyire látom a gyermek szemében a tüzet, mennyire adja át, hogy mennyire természetesek a mozdulatai, a hangsúlyai. Ugye voltak olyan diákok, vagy olyan gyerekek, akiknél talán az volt az ember érzése, hogy már nagyon-nagyon tudja a verset, már nagyon sokszor begyakorolta. Látszik, hogy a szülő ott áll és figyeli, hogy mikor, melyik, milyen mozdulatot csináljon. Én azt gondolom, hogy az nem természetes. Az a jó, hogyha ez magától jön a gyerektől. Hol az oknim? Hol lehet? Megették az egerek? Már mióta keresem, sehol, sehol nem lelem. Ó, te pitang, meg vagy végre, felmászott a hintaszékre. A cipőmre tettem pedig, milyen rosszul viselkedik. A szavaló verseny célja a költő születésnapjának megünneplése mellett az is volt, hogy felkeltse a versek iránti érdeklődést. A versenyzők számát tekintve azonban elmondható, hogy valamennyi korosztály kedvelt költőjéről van szó, hiszen korcsoportonként átlagosan 50-en vettek részt a versenyen. Sűrű, sötét az éj, dőlünk a déli szél. Jó Budapest!
bár magas tornyán az érckakas csikorog élesen. Ki az? Mi az? Vagy úgy, fordulj be, és aludj, uram László király. A zápor majd eláll, az veri ablakod. A felhő megszakad, nyílás a tűz, patak. Zúgó sebes özönt a réscsatorna önt Budának tornyiról. Miért zúgata meg? Kívánja eskümet? A nép, uram király, csendes, mint a halál. Ülj fel, uram Zsigmond király, te is, édes férjem. László várott a magyarsággal a bátorságban, híre futott a csatának széllyel az országban. Egy árva szó sem beszéli Zsigmond győzedelmét, mind a világ, széles világ, Rozgonyi cicellét. A lágyon kél az esti szél, Milford a göl felé. Szüzek, siralma, özvegyek, panaszanyök belé. Ne szűj, rabot, te szűz, anya, ne szoptasd csecsemőt. És int a király, és elérte még a mágyára menőt. De vakmerőn sivatlanul előáll harmadik. Kobzán a dal magára val, ez ige hallatik. Elhull csatában a derék, no halld meg, Eduard! Nevet ki, dicse lejtené, nem él oly Velszibárd! Emlékes ír a London még, no halld meg, Eduard! Átok fejedre minden dal, melyet zeng Velszibárd. Meglátom én! S parancsot áld a király rettenetes. Mágyár, aki ellenszegül, minden belszínekes. 53 gyereket kellett megnézni, zsűritagként is azt mondom, hogy azért ez nagyon megterhelő, de olyan átütő erőt éreztünk néhány gyermeknél, hogy azon, hogy nagyon-nagyon megérte itt lenni ma délután.